Sziasztok, egyperces pályák. Az első pályát Piotr, ha jól mondom, Piotr készítette, és az a cím, hogy egy perc. Akkor nem is húzom az időt, kezdjük. Szép denevér. Koponyafejek, történet, szabály. Szabály. Hello, Csabus! Te most annyi szabályt kapsz, hogy redstone fákját csak a rózsaszín blokkra rakhatod. Oké, tehát el kell vinnem a redstone fákját is. Nincs történet. Ide rakt. Ide? Jaj! Oké, most kinyírta a processzoromat. Kösz, hogy végigvitted a pályát, készítette Piot, tetszett. Ötletes volt, miért? És belefért az egy percbe. Na, ez itt tök jó volt indításnak. Oké. Okay. Sokkal többet nem tudok mondani, mert olyan rövid volt. A következő pályát Tuku 13 készített, és az a címe, hogy maraton. Akkor indulás, történet. Te egy maratoni futó vagy a semmi közepén, jól hangzik, nyomd meg a versenygombot, ami elvisz téged a versenyre, ahol megtudod majd miért vagy itt. Verseny, nyom meg, szabályok is egyéb. Csabos a tilos törni, csalni, mindig a feladatot kövesd. Minden be van állítva, to go down for engedélyezett. Jó, hát ezt most nem fogom beírni. Semmi. Verseny. Nyom meg előbb mögötted. Hát az álban ezért így kell tovább folytatnom. De ugrálni még tudok. Ez ilyen labirintus maraton, hogy mi? De hosszú vagy, közben indultam visszafelé, hogy mi van? Ja, és lejárt, ideig jutottam. De nézzük tovább. Oké, okay, ez egy kicsit hosszú. Ennyit tudok hozzáfűzni. Na, gyerünk. Itt már látok valamit. Üzes célvonal. Nyertél! Csabus a ébresztő, keljél már fel! Mi az? Ezt csak álmodtam? Hú, de rossz, ez egy rémálom volt. És sok tudtam van, és egy olyan lakásban élek, amiben nem lehet kimenni. Köszi, hogy mapot készítette. Szívesen, hogy készítetted. Tuku 13, meg egy liter water. Megköszönt, hogy megcsinálta, ez aranyos. Jó, persze tudom, hogy kimaradt a távla másik sor. Na, én meg beszélni felejtettem el. Na, jó volt a fordulat, ez nagyon jó volt. De ez inkább egy rémálom volt. A következő pályát a Miner készítette, és az a cím, hogy éhes szimulátor. Nagyon érdekesen hangzik. Akkor indíts. Hú, sok szöveg mindjárt. Köszöntelek az egyperces pályámon, mielőtt elindítanád a számlálót, azt nem te döntöd el. Mellékeltem egy TXT dokumentumot, előbb azt olvasd el, az még nem a pálya része. Viszont ha úgy gondolod, hogy te nyem, most, igen, akkor a pálya végén olvasd el. Jó, hát akkor a pályá végén olvassuk el. Szabály nincs, történet, éhes vagy. Feladat, edd meg a nagy almát. Azt ott előttem, az igen. Segítség, használ az atomübertáv sétapálcát. Atomübertáv sétapálcát. Tartsd lenyomva az egér gombot. Jó. Az igen! Mi belefélte egy percbe. De jó volt! Köszönöm, végigvitted a pályát, készítettem ányáján, nézőkhöz iratkozzatok fel, igen. Nem tudom, ez mennyire lesz hangos, lehet, hogy kicsit lejjebb veszem a hangot. Így. Csak most is nyomot tartom. Nem veszem meg a fejemet, jó. Ez csak jó volt. Egyszerű, látványos. Itt a feje. Jó, ez tök jó volt. Most én. Na, ez még kezd gyanús lenni, hogy már három pálya is ideig mindegyik pozitív volt. Most megnyitom egyébként a TXT-t.
Én a pályát kb. 30 másodperc alatt vittem ki. Ennek a pályának nincs semmi értelme, és szerintem eddig a legrövidebb pályát, amit valaha kaptál. És az a vicces, hogy nem, van ennél rövidebb is, de... De amint tudom, azt is berakom. Csak van egy kis hiba, hogy véletlenül kitöröltem. De egyébként már most beraktam volna. Mi a véleményed, hogy tetszett, ha már kivitted? És azt elfelejtettem említeni, hogy ez az első pálya, amit befejeztem, és elküldtem annak, aki készült. Úgyhogy igen, ez az első pályám, de nem tartott sokáig, és nem ment el tőle a kedvem készítési idő, összesen nem egyszer csináltam kb. 5 óra, ebben benne volt két fél is, tehát a jelenlegi rendszer kb. Volt 3 óra. Ezt nem tudom, hogy fel kellett volna olvasnom. A következő pálya készítőjén nem írta a nevét, úgyhogy e-mail cím alapján HD6X készítette, és az a cím, hogy egy perces kijátszás ügye. Jaj, de gáz. Igen, egy perces kijátszás, oké. És akkor indulunk is. Jó, armor stand, ellophatom az utcait. Ó, és kreatív vagyok. Figyeljetek oda, ez olyan baki. És ilyes most erre nincs idő. Mire? Nem érted? Mennyi már? Jó, hát az úgy, ilyen kreatív vagyok. Az igen. De szemét. Jó, hát így látom, úgyhogy lelövi a poént. Na jó. Nem lőjük le a poént. De most én hová megyek? Mert itt nem látok semmi gombot. Meg semmi utat. Sejtettem, hogy meg kellett volna innom. GRT, grat, hogy ki... Egyébként belefért az egy percbe. Még a bénázással együtt is. Szóval, grut, kivitted a pályát. Jutalmad egy nagy semmi. De ne csüggedj. El, majd talán máskor. Én meg majd gyakorlom az olvasást. Mi van ma velem? Jó, az előzőek jobban tetszettek, de... Belefért az egy percbe, ez jó, ez már pozitív nálam, mert ideig sokszor nem fértek bele. És el is érkeztünk az utolsó pályához. Igen, rengeteg egy perces pályát kapok, tehát valami iszonyat mennyiség, most ránézek. Na. Fú, nem tudom megszámolni se, mennyi lehet ez? Most itt 50 lehet, és az aljánból 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, hát körülbelül ennyi. Akkor az mennyi? 35 körülbelül? Ami még hátra van. Illetve most már csak 34, egyel kevesebb. Összesen idáig 60. Egy percest kaptam, illetve 61-et. Az egyik úgy volt, hogy lejelszavazta, és nem tudtam letölteni. Azóta is várom a jelszót. Jó. Ennek a készítője, hát nem mondom a teljes nevét, Zoli, és az a cím, hogy megemlékezés, nagyon érdekesen hangzik. Azt mondta, hogy van itt egy TXT, úgyhogy azzal kezdjük. Start. Üdv Csabusa, ez a megemlékezés pályához tartotó leírás. Ja, azt nem, de be fogom vágni, hogy lássátok. A pályán el vannak dugva hókockák, azokat üst ki, és ott lesz egy piros virág, amiből 4 kell, vagy egy csapda, amiből 2 van. Ha megvannak a virágok, tedd őket a sír mellé, igen, az is van, és akkor végezte a pályával. A pályát készítette Zoli. 20 perc, 1.7.2, oké. Okay. 1.8 vagyok, de majd megbocsátasz. Jó. Van ilyen cuccom. Hú, kaszás. Aha, jó, hát nem fog ráállni, úgyhogy... Ez virág. De azt hogy veszem föl? Ej. Igazából nem is a lávás a csapda, hanem a virág. Abból se tudok kijönni. Egy kis tervezési baki. Hát nem tudom felvenni a virágokat, hát ez poén. Kénytelen szok kiírni, hogy még tudjam vinni. Lejárt. Jó, hogyha nem lett volna ilyen hosszú a lejárás, akkor is belefért volna.
két mondatban leírja, hogy gyűjts virágokat, rakd simmelni, futás! Jó, azt hiszem 4 volt. Itt nyugszik Csabusa. Azt hiszem, igen, ezt a pályát felírjuk a Csabusa zúzó pályák listájára. Egy újabb pálya, amin eltemettek. És az volt a feladat, hogy rakjak világokat a sírom mellé. Jó. Végül is poén volt. Igen. És körülbelül ez is belefér az egy percben, nem? Az 1892 csak egy tipp. Oké. Okay. És akkor... És akkor valami eredményhirdetés? Meg tetszett a legjobban? Az éhes szimulátor volt egyértelműen a leglátványosabb. Ez olyan poén volt. A maratonban is jó volt a fordulat. A robbantósban is jó volt a fordulat. Jó fordulatok voltak, miért tök jó. Nem is tudom. Az éhes szimulátornak annyira megfogadta, hogy ott elszínik az odalma, hogy talán az. De írjátok meg. A kézikönyv óvjon találkozunk a következő videóban. Addig is, mossatok fogat!